Kedves nézők, ez itt már a háttér, a stúdió vendége Jászkara Jenő polgármestere, Paja István Kálmán, köszöntöm, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszöntök mindenkit. Hát van itt előttem egy terv, hogy milyen íve is lesz ennek a beszélgetésnek, itt van előttem egy tervezet. Én azt hiszem, nyugodtan kijelentetem, hogy ez itt elsősorban a pályázatokról fog szólni, ettől függetlenül, mivel a pályázati kiírások is szertágazóak, így nyilvánvalóan Jászkara Jenő életéből is most nagyon sok mindent tudunk érinteni. Szóval egy kis körkép, Jászkara Jenő és pályázatok. Önné a szó először, csak néhány mondatban vezesse fel, hiszen rengeteg pályázati lehetőséggel értek. Igen, így van. Hát én úgy gondolom, és úgy gondoltam mindig, hogy egy falunak az életében a fejlődés, a jövőnek a kialakítása az az elsődleges szempont, a többi az csak körítés. Így ennek megfelelően minden évben, és most így a közelmúlt és a közeljövőben is ezek voltak a legfontosabbak, hogy pályázatokat írjunk, pályázatokat drukkoljunk, hogy nyerjünk, és akkor utána pedig a megvalósítás. És azért elmondhatom, hogy elég szerencsésen alakult az elmúlt időszak, mert nagyon sok pályázatot meg tudtunk írni, és részt tudunk rajta venni. Nyertek is a pályázatok, ez dicséri a munkatársaimat, akik részt vesznek ebben a dologban, segítenek mindenkit, és az országgyűlési képviselőnket, aki segíti menedzselni a dolgainkat. Tehát a legnagyobb pályázatunk, ami egy hatalmas feladatmunka és egy óriási pénz, az a folyamatban lévő szennyvízberuházásunk. Polgármester, erről majd a későbbiekben mindenféleképp beszéljünk még. Először akkor az idézőjelben kisebbekről. Csak annyit mondok, hogy ha minden igaz, már pedig igaz, akkor Jászkara Jenőn az összes intézményt lehetőségük lesz felújítani. Igen, igen, így van. Nagyon szépen sorban sikerült, egy kis szerencsével, talán egy picit volt érzékünk is ahhoz, hogy a pályázatoknál, amikor megírtuk a pályázatokat, hogy milyen sorrendet válasszunk az intézményeknek a korszerűsítésénél, akkor mi először választottuk az intézményeink közül az iskolát, az óvodát, a kultúrházat, az idősek klubját, otthonát, és szerencsénk volt, ezt megnyertük, ennek a teljesen a 99%-os készenléténél tartunk, és akkor még nem volt kiírás, és közben lett kiírás orvosi rendelők felújítására, így tehát ha azt tettem volna bele előre, akkor most nem tudnék pályázni a többire, tehát szerencsére jó volt a megérzés, és jó volt így a sorrend, mert most pedig lenne az orvosi, házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő felújítására nyertünk pályázatot, tehát ott is rájuk is fér, mert hiszen 30-40 évvel ezelőtt épültek, és azóta szinte semmi nem lett rajtuk csinálva, mert nem volt rá forrás. De gyakorlatilag most ezek is sorra kerülnek, de az óvoda beruházásunk az az egyik legérdekesebb és legjobban érinti a fiatalokat, például a fiatal családosokat, hiszen az óvodánál sikerült több pályázatot is egy időben nyernünk, tehát az óvodánk az teljesen fel lesz újítva, ki sőt, lesz bővítve, sőt, igen, bölcsőde is lesz, így van, egy tornaterem pluszban épül most mellé, és a nyáron pedig bölcsőde is épül benne. Ez nagyon-nagyon örülök neki, mert hiszen nem volt, ha mondhatom úgy, hogy szokás, hogy a kisfalukban legyen bölcsőde, de én úgy gondolom, hogy a 21. században bizony erre is nagyon szükség van. A fiataloknak a megtartásához, ahhoz, hogy egy fiatal családos, hogyha el akar menni anyuka dolgozni, mert jó munkahelye volt, és ő azt meg akarja tartani, akkor ne azt kelljen neki észrevenni, hogy hoppá, de hát nem tudom a gyermek mert hol elhelyezni, viszont akkor lesz helyben bölcsőde, és akkor ez is megoldható, a fiatalok megtartó képessége a településünkön egy nagyon lényeges dolog, övék a jövő, őrük kell alapvetően építkeznünk, tehát számomra mind a mellett, hogy természetesen mindenre kell figyelni, de azért a fiatalok a legfontosabbak. Polgármester úr, jó hallottam, hogy az óvodának akkor lesz egy külön kis tornaterme?
Igen. Nagyon fontos dolog, mert azért a gyerekeknek óriási mozgásigényük van, és a rossz időjárásban, a télben, amikor nem tudnak esős időben kimozdulni az udvarra sem, hiszen van egy klassz udvar nagyon jól felszerelt játékokkal, de nem tudnak kimenni, akkor viszont az is megoldható, illetve tehát azért egy kicsit multifunkcionális lesz az a terem, tehát akár egy kisebb rendezvényre is sok mindenre azért jó lesz, úgyhogy ez egy óriási nagy dolog lesz szintén az óvoda életében. A célok között megfogalmazta abszolút tetten érhető fiatalokat megtartani, illetőleg visszacsábítani. Mennyire tapasztalható ez a gyakorlatban? Így van. Hát örülök neki, hogy ebben az elmúlt egy-két évben ennek most már egészen komoly látszata lett, hiszen amíg a 5-6-8-10 évvel ezelőtt nagyon sok eladóház volt a faluba, ma már mondhatom, hogy alig van eladóház, és ezt a fiatalok vásárolták. Igen, így van. Sőt, olyan korai fiatalok, akik elmentek szomszédos városokba, és most jönnek vissza, és vásárolják meg az ingatlanokat. Biztos sok oka van, más is ennek, de azért akkor is az, hogy a falut, a szülőfalujukat választják, az azért egy nagy dolog, és ez nekünk egy nagyon pozitív, mert van mire építkezni a jövőben. Beszéljünk akkor a Szennyvíz csatorna beruházásról. Én mondhatom, hogy nyugodtan azt, hogy ez a legnagyobb falat végül. Igen, is. Így van. Már csak anyagi volumenét tekintve is. Hol tart most? Pontosan, hát anyagiakat, igen, nem titok, 1,5 milliárd forint ez. Óriási. Hát az Jászberenő életében. Óriási meg pénz. Minden település életében. Meg ez, minden település. Így van. Ha az összes többi pályázatot teszem mellé, amiket érintettünk, elmondtam, az meg durván 500 millió forint, tehát akkor az 2 milliárd. Akkor 2 milliárd körül vagyunk, azért Jászberenőn ekkora volumenű beruházás soha nem volt. Ezért is nagy dolog, de azért is nagy dolog a Szennyvíz csatornának, sok szegmense van, de említettük a fiatalokat, említettük a jövőt. Igen, ez megint annak a része, hiszen a környezetünknek a védelme, tehát hogy az a szennyvíz az ne a szikkasztó gödrökbe menjen ki, továbbra is szennyezve a földünket, az ivóvízbázisunkat. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az tisztított legyen, az olyan szennyvíztisztító telepre kerüljön ki, az is most épül vele párhuzamba, saját szennyvíztisztító telep lesz, amely mondhatni, hogy a kornak megfelelő, tehát a mostani legújabb, legfrissebb technológiát fogja megkapni, nem úgy, mint valamikor régen, hogy szinte csak egy mechanikai tisztítók voltak, ez most a mechanikain túl biológiai és kémiai tisztító is lesz, tehát valójában szinte ivóvíz minőségű víz fog távozni a telepről. Beruházás kivitelezése folyamatban van, mikor a várható a vége, mikor a tervezik? Folyamatban van, körülbelül a hálózatnak az 50, most már a 60%-ánál tartunk, a tisztító telepen még most indult el a beruházás, ott egy pici késés volt az engedélyek miatt, meg múzeológiai feltárások, meg sok apróság volt, aminek eleget kellett tenni, de minden megvan. Hozzákezdődött a munkavégzés, úgymond a kapavágások megtörténtek. Az is halad. A belterületen a hálózatnak az elkészülte, az én úgy gondolom, hogy effektíve karácsonyig meg lesz. Természetesen utána kezdődik a próbaüzem, amikor a szennyvíztisztító telep is megvan. Itt időjárás befolyásolni fogja a befejezést, tehát ezért nem is lehet annyira exaktan meghatározni az időpontot. Vagy akkor vele párhuzamban elkészül és indulhat, vagy pedig legkésőbb tavaszra a próbaüzem, ami körülbelül egy fél éves történet. Hát az elméleti szerződés szerinti befejezés az 2020. június 1. Tehát úgymond van időnk, de természetesen nem akarjuk. Így van, mi sem húzni, a kivitelező sem húzni minél hamarabb, ahogy a műszaki előírásoknak megfelelve meg tudják csinálni, minél hamarabb szeretnénk, hogy készen legyen. Polgármester úr, van még egy percünk, mindig szoktunk beszélgetni, sőt van, amikor kizárólagosan a rendezvényekről. Igen. Azért egy percet szálljunk a Jászberenői rendezvényekre is. Hiszen most hamarosan június 23-án a falunapunk, a következő rendezvényünk, amely egy össznépi, egy összfalusi
sportos, könnyed szórakozás, ahogy már jól kialakult, tehát lesz egy kis focikupa, egy kis focibajnokság, és mellette akkor főzőverseny, lesz birkafőzőverseny, és fellépőink lesznek, természetesen énekes együttesek lesznek, tehát egy olyan szórakozás, egy egész napos történet, amikor mindenki a sporttal, az énekkel, a zenével, a főzéssel egy kellemes jó napot tölthet el. Úgyhogy nagyon sok szeretettel hívom a Cegléd, illetve Kara környékieket is erre a rendezvényünkre, nézzék meg Jászkar Jenőt. Június 23. Június 23. Pál István Kálmán, polgármester úr, köszönöm szépen, én nálam kert. Jó munkát! Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!